Köszöntöm a közügyek nézőit! Ma a Prosperitáti Alapítvány pályázatainak nyerteseivel írtak alá szerződéseket Óbecsén, majd szintén ezen a településen átadtak egy 4 csillagos szállodát is. Ezt követően pedig Adán egy jelentős gazdasági fejlesztés átadójára is sor került. Egyebek mellett erről kérdezem Magyar Leventét, Magyarország külgazdasági és külügyminisztériumának miniszterhelyettesét. Köszöntöm! Köszönöm! Haladjunk akkor kronológiai sorrendben. Már sokadik alkalommal támogattak mezőgazdasági fejlesztéseket, és Vajdaságban ezek is a legnépszerűbbek. Egy ilyen aszályos évet követően pedig talán még jelentősebbek ezek a támogatások. Most milyen eszközökkel gazdagodtak a termelők, és hány szerződést írtak alá? Ki, amire pályázott, azzal gazdagodott. Arról tudok beszámolni, hogy közel 700 mezőgazdasági vállalkozóval, kistermelővel tudtunk a mai nap során szerződni, és további 650-nel szeretnénk a következő hónap során ugyanezt megtenni, akik most nem fértek be a keretbe, de dolgozunk azon, hogy a források az ő számukra is rendelkezésre álljanak. Fontos volt mindig is Vajdaság számára a mezőgazdaság, sőt, talán a legfontosabb ága az itteni gazdaságnak, az agrárium, ez történelmi örökség, és örvendetes azt látni, hogy továbbra is a mai viszonyok közepette is van érdeklődés, kifejezetten fiatalok részéről is, hogy tovább vigyik ezt a hagyományt. Nyilvánvalóan egy jelentős segítség nekik az, hogyha ha tudnak olyan támogatásokhoz hozzájutni, amelyekhez egyébként Szerbia nem lévén az unió tagja még nem jogosult, és így módon valahonnan ezeket az addicionális forrásokat elő kell teremteni. A magyar kormány 8 éve folyó gazdaságfejlesztési programja keretében sok 10 milliárd forintot tudtunk beletenni a vajdasági mezőgazdaságba. Összesen most tartunk közel 200 milliárd forintnyi fejlesztésnél, ami megvalósult már, illetve most van megvalósítás alatt 8 év során, és ennek egy jelentős hányada a mezőgazdaságban hasznosult. Természetesen az ipar is fontos, most is egy ipari vállalkozásnak a telephelyén vagyunk, egy regionális lefedettségű piacra szállítanak modern bútorokat, ez egy családi vállalkozás, külföldi befektetők segítik egyébként őket, és rengeteg ilyet látunk itt. Ha csak Adán körülnézünk, hogy hány olyan hasonló léptékű vállalat van, vagy még nagyobb is, amelyek a gazdaságfejlesztési programból tudtak jelentős mértékben részesülni, akkor azt látjuk, hogy ennek igenis van hozadéka, van értelme, és ezért is szeretném folytatni, amit elkezdtünk 8 évvel ezelőtt. Kicsit még visszatérnék az Adán megelőző településre. Óbecsén az idegenforgalom és a turizmus terén is történt egy jelentős átadó ma, méghozzá egy 4 csillagos szállodát avattak fel. A maga meglátása szerint mivel lehet ezt a vidéket vonzóvá tenni a turisták számára? De ez egy gyönyörű vidék, viszont a legszebb vidékre sem látogatnak el a turisták, hogyha nincs egy olyan szolgáltatás háló, ami az igényeiknek megfelelően ki tudja őket szolgálni. Elsősorban is szálláshelyek kellenek, és a Vajdaság ebben a nehéz 90-es évek, 2000-es évek miatt lemaradásban volt, ahogy egész Szerbia, és azt látjuk most, hogy viszont rohamtempóban hozza be ezt a lemaradást az egész ország. A magyar kormány egyébként Vajdaságon kívüli területeken is, vagy Vajdaság határszéli területeken, Szerémségben konkrétan támogatott olyan nagy szállodaipari beruházásokat, amelyek ezt a lemaradást segítenek behozni, és egyből viszont olyan színvonalat tudnak elérni, ami elé helyezi ezeket a hoteleket majd a régiós kínálathoz képest, és így módon gyakorlatilag segít abban, hogy Szerbia, Vajdaság, a vajdasági magyar közösség egy hatalmas ugrást tegyen, és egyből a turisztika világtérképén megjelenjen, szinte hogy a semmiből. Óbecse egy közepes méretű város, és vannak olyan helyi vállalkozók, akik belevágtak egy 4 csillagos szálloda építésbe, ehhez jelentős milliárdos nagyságú támogatást tudtunk adni, és azt gondolom, hogy ha minden ilyen városban akad egy-egy ember, egy-egy vállalkozó, aki felvállalja ezt az ügyet, ami nem csak üzletről szól, hanem arról is szól, hogy visszahozza azt a fajta polgári kultúrát egy kicsit, ami jellemezte ezt a térséget még a korábbi századokban, hiszen azt tudjuk, hogy a szállodaipar az egy nehéz műfaj, és kell egyfajta elkötelezettség is, egyfajta lelkesedés, de ez úgy látom, hogy megvan. Tehát, hogyha minden jelentősebb városban lesz egy-egy ilyen szálloda, akkor Vajdaságot nem féltem, már csak a turisztika és a turizmus is el fogja tartani, de hát messze nem erről van szó, hiszen, ahogy említettem, rengeteg mezőgazdasági fejlesztést, ipari fejlesztést tudtunk támogatni.
öröm számunkra az, hogy a turizmus iránt is ilyen érdeklődés van a vállalkozók részéről. És hogyha egy-két év múlva beszélgetünk, akkor arról fogunk tudni beszámolni, hogy a most zajló fejlesztésekkel együtt közel leszünk az állapothoz, amit említettem, hogy minden jelentősebb településen lesznek kifejezetten magas színvonalú szolgáltató ipari egységek a vendéglátás különböző területein. A mai nap is arról tesz tanúbizonyságot, hogy a vajdaságiak számára mennyire fontos a magyar kormány támogatása. A jövőben is számíthatnak az itt élők hasonló segítségre? Természetesen, amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig oda fogunk arra figyelni, hogy amennyi forrás csak elő tudunk teremteni hasonló célokra, ezek rendelkezésre álljanak, megérkezzenek. Ugye van egy professzionális intézményrendszer, ami be tudja ezeket fogadni, és a pályázatokat le tudja bonyolítani, ez jól működik. Nekünk az a dolgunk, hogy folyamatosan azon dolgozzunk, hogy a magyar gazdaság meg tudja termelni otthon azokat az addicionális forrásokat, amelyek Magyarország határain kívüli magyar közösségek számára tudnak egy kapaszkodót nyújtani a gazdaságfejlesztés területén. Könnyebb helyzetben vannak egy kicsivel, nem sokkal, de egy kicsivel azok a magyar közösségek, amelyek uniós tagországokon belül élnek, hiszen ott számos más forrás is rendelkezésükre állhat. Szerbia nem ebben a helyzetben van, és mindaddig, amíg Szerbia az unión kívül van, noha dolgozunk azon elszántan, hogy ez hamarosan, lehetőleg hamarabb megváltozzon. De amíg ez így van, addig kiemelt célterülete lesz a magyar kormány gazdaságfejlesztési tevékenységének, ami a határon túli közösséget illeti. Folytatjuk a programot, már tervezik a jövő évi kiírásokat, amint ki tudtuk fizetni mindazon pályázókat, akik jogosultak támogatásra. Idén megyünk tovább, és az elmúlt 8 év sikertörténetét építjük tovább. Magyar Leventinek köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. A közügyeket Adáról Andruska Elizabeth tudósította.